Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Szombaton zajlott az Ajkai jégpályán az Ajkai Óriások Jégkorong Klub első hazai rendezésű jégkorong tornája. Most erről láthatnak egy beszámolót. Kérem, tartsanak velünk! Kék a színe a mezőnek, sizsak takarja a szemünket, ha kell keményen oda vágunk, mi vagyunk az Ajkai Óriások. Az U10-es korosztály C csoportjában rendezett Ajkai jégkorongtornára 4 csapat jelentkezett. A Veszprémi jéglovagok, a HC Kiskörös, az Egerszegi Titánok és a Szigeti Bikák. Az Ajkai óriások elsőként a Veszprémi jéglovagokkal mérhették össze ügyességüket. Ezen a mérkőzésen az ajkai srácok bebizonyították, hogy a mindössze 3 hónapja tartó jegesedzések eredményesek voltak, hiszen méltó ellenfelei lettek a másfél-két éve jégkorongozó veszprémi kortársaiknak. A gyermek jégkorong tornákon nem számolnak eredményt. A játék szépsége és a mozgás öröme az, amiért a találkozókat megrendezik. Mégis meg kell említeni, hogy a veszprémi jéglovagok már csak 1 góllal előzték meg az ajkai óriásokat. A hazaiak közül elsőként Szaniszló Balázs talált a hálóba, akit Bece Zoltán edző úgy mutatott be a tornára érkező világbajnok jégkorongozónak, Palkovics Krisztiánnak, mint aki a híres csatár utódja lehet majd. A veszprémiek elleni mérkőzésen összesen 3 gólt lőttek az ajkai óriások. Nem csak Balázs jeleskedett, Farkas Bence és Vince Zalán is beküldte a korongot a hálóba. Az ajkai kapuban most is Peternics Zalán állta a sarat, aki nagyon ügyesen hárította az ellenfél támadásait. Bakos Gábor, Bece Zoltán edzőtársa az öltözőben elsősorban a védekezésre hívta fel a csapat figyelmét. Mint mondta, nagyon fontos, hogy mindig maradjon egy hátvéd a kapunál, aki csak akkor induljon el, ha a társai már megszerezték a korongot. Szükség is volt a védekezésre a továbbiakban. Remek hátvéd volt Szaniszló Vilmos Mátyás, aki testvérével és Suri Barbara Fruzsinával rendkívül erős sort alkotott. Barbara is látványos támadásokat indított az ellenfél kapuja felé. Farkas Bencével Verebély Bálint és Tóth Jászmin Kíra játszott egy sorban. Vince Zalán mellett Kurdi Mátyás és Bánfalvi Kristóf jeleskedett. Szép helyzetei voltak a Boldizsár Ádám, Takács Gergő és Patasics Dóra alkotta sornak is. A klubunkban most 2 korosztályon működünk, ez igazániból U8 és U10-es korosztályok. Az U8-as, az U8, tehát 8 év alattiak, 4,5-5 éves kortól kezdünk el ugye igazán foglalkozni a gyerekekkel, de addig is szívesen látunk 4 éves gyerekeket is az edzéseinken, és az U8-as korosztályunkat mi úgy alakítottuk ki, hogy ott vannak a kezdő gyerekek is, akik már nagyobbak, de még nem tudnak úgy korcsolyázni, az egy korcsolyoktató jellegű edzés. Szerencsések vagyunk, mert heti 5 alkalommal tehetjük ezt meg, minden nap 4:30-tól vagyunk jégen, akkor kezdünk. A kezdőcsoportunknak, vagy U8-as kezdőcsoportunknak 1 óra áll a rendelkezésükre, hétfőtől péntekig, hogy ezt csinálhassák. A haladó korcsoportunk, ő az az U10-es korcsoportunk, de ott is vannak nagyobb gyerekek, és ott egy-két szülő is örömmel látom, hogy látogatja az edzéseinket. Én meg is engedem ezt mindaddig, amíg ugye nem megy se a gyerekek rovására, és mint tanítvány elfogadják az én jó tanácsaimat és a Gábor jó tanácsait. Igazániból az U10-es korosztályunknak is heti 5 alkalmuk van, nekik 1 óra 20 perc, 30 perc, attól függ, hogy mely napokon vagyunk, de nekik is hétfőtől péntekig, és nekik 5:30-tól 7-ig van lehetőségük ezt gyakorolni, és remélem, hogy ez így is fog mindig maradni, mert a jégkorongnak a legnagyobb sikerét azzal lehet elérni, hogy minél többet vannak jégen a gyerekek, és örömmel látom, hogy egyre többen látogatják mindkét edzést. Igazániból jól megdolgoztatjuk őket, de ennek ellenére szeretik magát a jégkorong sportot, és az a lényeg, hogy a sportot, a jégkorong sportot, a korcsolyázást és bármilyen sportot szeressenek. Mik a szabályok? Hát ez egy ilyen utánpótlás tornán, és az utánpótlásnak is úgymond ez a második lépcsőfog, az első az U8-as. Ugye itt még nagyon picik a gyerekek, arról van szó itt még, hogy a szabályokkal és a magával, a jégkoronggal ismerkedjenek. Itt nem számolnak eredményt, a legeslegfontosabb dolog ez. A másik legeslegfontosabb dolog a gyerekek érdekébe és védelmébe be vannak öltöztetve tetőtől talpig, igen komoly védőfelszerelésbe. Mindezek mellett nincs testjáték, tehát a testjáték szigorúan tilos. De nem lehet ütközni, nem, tehát az meg, hogy bottal ütni, az meg egyáltalán nem lehet. A koronggal kell foglalkozni. A bíró kifejezetten felhívta figyelmünket,
hogy null tolerancia van. Tehát most oké, hogyha megbotlik egy gyerek, kicsit nekidől a másiknak, jó, az benne van. Tehát az bármilyen sportban benne van, de itt szigorúan tilos az, hogy meglökjék egymást, szándékosan az ember támadni, korongra kell mindig menni, és azon vagyunk mi is, és én is edzőként arra nevelem a gyerekeket, hogy csak is a koronggal foglalkozzanak, és a korong irányába mozogjanak, ne pedig a játékosokat, tehát ne a játékosokkal foglalkozzunk. Annyit kérek mindig tőlük, hogy a helyezkedésbe a passz lehetőségét fedezzük le előlük, de azt is szigorúan csak a korong irányába való mozgással, nem pedig a játékosra rátámadni, mert az szigorúan tilos. A mérkőzések ugye gyerekbarátra vannak alakítva, a 3x20 perc helyett 2x12 perc van, 1 perces cserékkel vannak ezek a mérkőzések megcsinálva, és azért pont a gyerekek érdekében van ez is, hogy a cseréket először megszokják, hogy a későbbiekben, mikor már nem bíró szabályozza a cseréket, hanem folyamatos csere van, játék megszakításnál természetesen könnyebb cserélni később, most pedig direkt játék megszakítás van azért, hogy a gyerekek cseréljenek. Tehát egy perc itt a jégen egy igen komoly sportról, vagy igen gyors és komoly sportról van ahhoz szó, hogy megterheli annyira a gyerekeket, hogy egy perc bőven elég nekik. Milyen volt a többi csapat a miénkhez képest a felkészültséget tekintve? A többi csapatnál azt tudni kell, hogy ugye mi egy fiatal egyesület vagyunk. A többi csapatnál már vannak olyan játékosok, akik több éve korongoznak. Ebből fakadóan vannak sokkal kiemelkedőbb játékosok. Vannak olyan játékosok is, akik egymaguk egyedül meg tudnak verni minket. De ez nem azért van, mert bénák vagyunk, vagy abból, ez mind abból fakad, hogy sokkal többet töltött már el ebben a sportban több évet. De úgy gondolom, és ez kívülről nagyon látszik, és ez óriási eredmény, hogy tehát a felvételek, nem tudom, hogy mennyire látták a mások ezeket a felvételeket, amik készültek régebben rólunk az első mérkőzéseinkhez, hát ég és föld. Tehát úgy azt tudnám megfogalmazni, hogy itt vannak ilyen osztályok, tehát egy korosztályon belül is van 3 osztály, A, B és C. Mi C-sek vagyunk kifejezetten. Más csapatokban meg vannak olyan játékosok, akik B-s szintet megütnek, vagy éppen B-sben is kiválóak lennének, de mivel hogy a csapatoknál nincs annyi olyan szintű játékos, hogyha ott elindulnak és szegényeket ne verjék nagyon csúnyán el, ezért elindulnak ilyen játékosokkal is, amire nem neheztelünk mi, természetesen, ha nálunk is lesz ilyen, mi is így fogunk csinálni, mert nem hagyhatjuk ki a csapatból azokat a játékosokat, de azért látványos a különbség egy több éve játszó játékos és egy idén kezdett játékos között. De én úgy gondolom, hogy mindent összevetve és látva a mérkőzéseket, a mi gyerekeink olyan szinten fel tudják velük venni a versenyt, hogy most már nem kapunk 60 gólt, most képletesen mondom, de hát nem sok 10 vagy 20 nullára kapunk ki, hanem vagy szoros mérkőzés játszunk, lövünk gólokat, ami nagyon fontos, folyamatosan tudunk olyan szintű versenyt felvenni velük, hogy korcsolyázásban, botkezelésben és lövések is vannak, amiből gólaink is vannak. A Veszprémi Jéglovagok Sportegyesület 2011-ben alakult. A tornán résztvevő srácok nagy része másfél-két éve játszik. Fekete Szabolcs edző 12 játékost és 2 kapust hozott. Csapatából 2-3-an még Bece Zoltán irányítása alatt kezdtek el korcsolyázni. Az ajkai óriások a második meccset a Szigeti Bikák ellen vívták. Ők Szigetszent Miklósról jöttek. Ez az U10-es csapat 2 éve korcsolyázik és hokizik együtt. 12 mezőnyjátékossal és 1 kapussal érkeztek Ajkára. Edzőjüktől, Dropa Bélától megtudtuk, a Szigeti Bikák utánpótlás csapata egy 16 éve létező amatőr csapatból nőtte ki magát. Az utánpótlás 3,5 éve alakult, mintegy 50 igazolt versenyzőjük van. Szigetszent Miklóson a felnőtt amatőrökkel együtt összesen 90 tagot számlál a Jégkorong Klub. A Szigeti Bikák után rögtön a HC Kiskörös lépett a jégre az óriások ellen. Edzőjük, a csíkszeredai származású Koncsak Kinga a román válogatott játékosa volt. Elmondta, hogy az U10-es tornán résztvevő csapat több mint felét U8-as korosztályú gyerekek tették ki. Heti 3-4 edzést tartanak, a kapus edzések az ajkai óriások edzőjének, Bece Zoltánnak az irányításával zajlanak. Kiskörösön 4 éve alakult meg a Jégkorong csapat, ami bár meglátszott a mérkőzés kimenetelén, nem szegte kedvét a kis óriásoknak. Már csak fele annyi gólt kaptak tőlük, mint korábban. Na gyerekek, van még egy mérkőzésünk, adjunk ki magunkból minden, utána meg ünnepeljük meg ezt a szép napot. Ki érezte jól magát? Akkor az utolsó meccsen is érezzük jól magunkat, de hogy lehet jól érezni magunkat, srácok, lányok, ha? Ha rosszul megy a játék, vagy nem csinálom,
Kerülgetnek mind a bóját, jól érzed magad? Nem. Akkor menni kell, gyerekek. Nincs álló ember, folyamatosan megyünk. És egy szép, szuper mérkőzés játszunk, jó? Olyat, mint az első meccsel, próbáljunk meg úgy odafigyelni, mint a legelső meccsel, az a nagyon ügyesek voltunk, az egy szuper meccs volt. A másik kettő is jó volt, de próbáljunk meg úgy figyelni, mint az első. Sok korcsolyával. Hajrá! Na, mit szoktunk csinálni? Egy, kettő, három, óriások! Szuper! Végül az egerszegi titánokkal csaptak össze az ajkai óriások. A titánok között csak fiúk játszanak. Edzőjük Kós Tibor egy B és egy C csoportot is tanít a sportág rejtelmeire. Mint mondta, a B csoportosok már 3 éve vannak jégen, a C csoportosok 1,5 éve jégkorongoznak. Az edző elégedett volt a tanítványai ajkai teljesítményével. Kós Tibor is hangsúlyozta, hogy nem számít az eredmény. A gólokat mindenki magának számolja. A tornára szurkolóként városunk polgármestere, Schwarz Béla is ellátogatott. Hát óriási az a fejlődés, amit a gyerekek produkáltak. Hát most a Zalaegerszeg meccset azért is említem, mert láttam őket tavaly Zalaegerszegen játszani. Hát őszintén szóval az nagyon kezdetleges volt, ott inkább estek, meg a korcsolyázással voltak elfoglalva, nem is nagyon volt korongvezetés, de hát itt ez egy kész támadás és kész küzdelem, úgyhogy hát én ilyen értelemben nagyon elégedett vagyok, nagyon sokat fejlődtek a gyerekek, és ez biztató a jövőre nézve. Mennyire vagy megelégedve az ajkai óriások mai játékával? Hát nem vagyok az ömlengő edző, de most így, hát így nem tudom azt titokban tartani, hogy iszonyatosan büszke vagyok. Tehát a mai meccsen is, amit mutattak, és az elmúlt tornákon is, amit mutattak, vagy inkább mai mérkőzéseken, és az elmúlt tornákon, hát őszinte leszek, nagyon-nagyon-nagyon akaratelőve tele vannak, küzdeni vágyással tele vannak, nem lankadnak, hogyha gólt kapnak, és iszonyatos akaraterővel mennek előre, korcsolyáznak, nem adják fel, tehát azt kell mondjam, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, és hát nem hiába, hogy hordom, hogy mindig rajtam van egy ilyen póló, amit a csapattól és a gyerekektől kaptam. Az érmeket és az okleveleket Palkovics Krisztián osztotta ki a gyerekeknek. A 9-szeres magyar bajnok és divízió 1-es világbajnok jégkorongozó, a felesége, Palkovics Kaibás Adrien révén rendszeresen megfordul Ajkán, nagy szerepe volt az ajkai óriások jégkorongklub megalakulásában. Nagyon ügyesek voltak, Krisztián bácsi, elmondom neked, nagyon jól hajtottak. Ott az új Palkovics Krisztiánunk, gyere fiam, gyere, bemutatlak neki, jó, hasonmásodat láthatod. Az úriember, csoda, elmondom még arcra is, de ő nagyon pont király volt, ugyanúgy, mint te fiam. Ő most a csapatunkban jó a pont király. Persze, iszonyat jó, nagyon jó kezel a korongot, lövi a gólokat. Hihetetlen helyzetekből tudod, mint te. Ja. Mikor ez most lesz? Szerencsések vagyunk, mert egy olyan ember áll ikonként is, és más dolgokban is mögöttünk, akinek én is köszönhetem, hogy itt lehetek. A Palkovics Krisztián, nem titkolom a személyét, és hihetetlen, hogy amikor őt is látták, pedig ezek a gyerekek, meg még a szülők nagy része is, nem tudják, hogy a Palkovics Krisztián nem csak a mi ikonikus alakunk, hanem az egész magyar jégkorongnak egy ikonikus alakja, és egy fenomenális játékos volt, és habár nem tudták, hogy ő valójában milyen magaslatokban játszott, és miket ért el, de amikor átadta az oklevelet, akkor láttam lefagyott arcot, aki még alig mert vele kezet fogni, és mert úgy nézett rá, mint egy félistenre, és ezt most nem akarom eltúlozni, de tényleg csodálatos látni, hogy a gyerekek így viszonyulnak ez az egészhez. És itt szeretném kiemelni a szülőknek a hozzáállását is, mert lenyűgöző, amit a mai tornán nyújtottak. Remélem ez megmarad, mert úgy gondolom, hogy ez is úgy tud funkcionálni még mindig, mint egy család. Olyan volt az egész, mint az egész torna, olyan érzésem volt, mint hogyha mindig is így lett volna itt minden. Olyan természetesen mentek a dolgok, hogy a szülők részéről is, hogy
hihetetlen, hogy mit tettek hozzá idén, és, vagy idén ebben a tornában, és szeretném megköszönni ezután is mindenkinek, aki akár egy fűszárat is megmozdított a mai napért, mert iszonyatos jó érzéssel töltött el, hogy mindenkinek, akit itt vendégül láttam, elégedett látséget láttam a szemében, az arcán, a mondatain, úgy gyerek, mint felnőtt, azt szeretném, hogyha ezt tudnánk tovább vinni, és akár remélhetőleg akár mekkorák ki tudnak nőni ezek az óriások, és maga az óriás klub. Én azt szeretném, hogy mindig ebben a családiasságban, és ebben a úgymond meghittségben majdnem részesíthetünk mindenkit is vendégszeretetben, mert ez még engem is meglepet lenyűgözött. Ezt szeretném elérni itt, hogy ezt vigyük tovább, és ez legyen mindig. Nem kis munkával jár egy ilyen jégkorongtornának a megszervezése, ahogy említetted, hogy ez volt az első jégkorongtorna Ajkán. Mit is foglal magában a szervezés? A szervezés? Hát elsősorban ugye a szövetség felé nekünk van egy koordinátorunk, az Antal Szilvi nevezetű hölgy. Ő fogja össze az U8 U10-et. Először is le kellett adnunk nekünk, hogy mikor szeretnénk, tehát azt is egyeztetni kellett itt a városnak az épület működtetésétől elkezdve mindenkivel, tehát ezeket le kellett nekik is adnunk, velük is át kell beszélni az Antal Szilvivel is. Utána el kell nekünk azt érnünk, hogy ugye ezeket megadjuk az időpontokat a koordinátor, és el kell érnünk, hogy ő kihirdeti a csapatoknál, és a csapatok eljöjjenek ide. A minimum létszám, amivel el lehet indítani egy ilyen tornát, a mi pályánkkal, az 4. De mondjuk minden pályán a 4 a minimum nevező csapat a hazaival együtt. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert rendezhettünk egy 5 csapatos tornát, és ezt azért rendezhettük meg, mert ez a maximum is, amit rendezhet egy ekkora mérettel jelen, egy ekkora pályaméretekkel rendelkező csapat, de jelentkeztek rá 4 csapat rajtunk kívül. Ez szerintem óriási szó, mert az úgynevezett hoki térképen azért még egy kicsit mi kiebb esünk. De azon dolgozunk, hogy ez a hoki térkép ez minket is úgy bele olvasszon ebbe az egész tégelybe, hogy szeretettel és mindenféle jó indulattal jöjjenek ide a csapatok, és mindig legyen 5 csapat, aki ide szeretne jönni velünk együtt. Tehát ez azért ott nagy munka, hogy ugye az ellátás megszervezése, és megint csak vissza tudok térni a szülőkre, akik iszonyatos munkát beletettek, mindig minden öltözőben van gyümölcskosár, szendvicsek, melegte a szülőknek, kávé, víz, tehát ásványvíz, mindig is ezt feltöltötték egész nap, és iszonyatosan jó volt látni. Ugye ez nem csak a magának az egyesületnek az érdeme, mert itt nem tudom, még elégszer hangsúlyozni, hogy a szülők mit tettek hozzá, és százszor hálát adok nekik, hogy ilyen hozzáállással vannak, és szeretném tényleg, hogyha ez így tudna maradni. Nagyon nagy szükségünk van az olyan szülőkre, és az olyan körülöttünk lévő emberekre, akik ezt támogatják, ezt a dolgot, és nem anyagi támogatásra gondoltam, hanem időben, kitartásban, hozzáállásban. Ez nagyon-nagyon fontos. Természetesen a többi része is nagyon fontos, amit kapunk a várostól, kapunk a Jégkorong Szövetségtől, mert hihetetlen, hogy ennyi idő alatt hova tudott ez az egész eljutni. Az ide érkező csapatok is le voltak nyűgözve, és ezt az edzőknek a kommentálásában jutott el hozzám, hogy mennyire elégedettek voltak az öltözővel, a képességeinkhez képest, meg a lehetőségeinkhez képest a pályával is elégedettek voltak. Ez nekünk nagyon nagy szó, hogy itt nem mindenki úgy tudom, hogy elégedetten távozott. Mikor szervezik a következő tornát az Ajkai Óriások? Az Ajkai Óriások 24-én rendezik a következő tornát. Ez egy U8-as torna lesz, tehát az igazán pindur-panduroknak. Ők nagyon-nagyon aranyosak a jégen. Náluk is már vannak kiemelkedő dolgok, tehát a korongvezetésben azért elámító dolgokat tudnak csinálni. Azért láttam már egy-két olyan dolgot U8-ban is, ami már úgy mindenkit lenyűgözött, de itt még az lesz a lényeg, hogy a játék itt is, mint az U10-ben, csak itt még aranyosabbak, még kisebbek, tehát ez 24-én lesz ez a tornánk, és 23-án szerencsés helyzetben vagyunk, mert a Magyar Jégkorong Szövetség meghívott minket a Hoki ünnepe nevű dologra, és oda is elmegy mindkét csapatunk. Igaz, az nem hazai rendezvény lesz, de ott válogatott játékosokkal találkozhatnak, és az ország majdhogy nem minden hoki csapatával találkozhatnak. Ezek óriási dolgok lesznek, remélem számukra, mint edzőnek is óriási dolog, ez bevallom őszintén. Szerencsés vagyok, mert jó pár
válogatott játékost én is ismerek, és jó lesz velük újra találkozni, és jó lesz, hogy a fiatalok, nálunk sportoló emberkék eljuthatnak ilyen helyekre, ahol a hoki, úgymond Magyarországon a hoki legjobbjaival találkozhatnak, a hoki sport legjobbjaival. Ez a szövetségtől is egy óriási dolog, és remélem, hogy sok ilyenben lesz részünk, és minél többet tudunk majd adni a gyerekeknek, és minél magasabb színvonalon tudjuk biztosítani nekik a sportolási lehetőséget, szerelést, az edzőstábot is, meg maga a vezetés is remélem mindig ilyen hozzáállással lesz, és beszélek itt a város vezetésétől elkezdve, itt a létesítmény vezetőségéről is, a külön a jégpálya vezetőségéről is mindenkiről, tehát nagyon szépen köszönöm mindenkinek mindent, hogy ezt lehetővé teszik nekünk, hogy mi működhessünk, és így működhessünk, és remélem, hogy a későbbiekben is mindenkinek ennyire pozitív lesz a hozzáállása. A másik edzőnk, Bakos Gábornak is nagyon nagy szerepe van itt minden dologban, és nagyon komolyan, nagyon jó látni, hogy mindenki ilyen lelkes, aki itt a hoki közelébe tudunk vonzani. Ez egy nagyon jó látvány, és nagyon jó érzés.